Centrumban a kapitányság és centrumban Kőbánya. Akármerre nézünk így az év elején, érzékelhetjük, hogy intézmények, cégek megtervezik az esztendőt, de vajon mit csinálnak a rendőrkapitányságon, jelesül Kőbányán? Van ilyen tervezés? Üdvözöllek, Miklós, szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Természetesen igen, mi is egy működő szervezeti egység vagyunk, és én azt gondolom, hogy nem csak a rendőrség, hanem minden cég, legyen ez a magán vagy az állami szektorban, egy-egy évet megtervez, célokat tűz ki maga elé. Mi is ezt tettük idén is, ugyanúgy, mint eddig minden évben, és megterveztük magunkat az idei célokat, amelyeknek egy részét nyilvánvalóan ugye az állampolgárok tervezik, egy részét az előjáróink, egy harmadik részét pedig mi magunk, és mindenkinek próbálunk a kedvére lelni, illetve hát ugye az elvárásokat teljesíteni. Reméljük, hogy ezeket túlnyomó többségében sikerülni is fognak. Úgyhogy így tehát az idei év eleje is, tervekkel, kitűzött célokkal és megfogalmazott 2023-as teljesítménycélokkal. Valójában ezek a teljesítménycélok, ezek milyen kategóriába tartoznak, tehát itt számokról, tendenciákról, emberekről, helyzetekről van szó? És ugye, tehát a számok hozzátartoznak a mindennapi életünkhöz, tehát szervezeti egységeket, különböző kapitányságokat, főkapitányságokat, de hát ugyanígy az állam és a magánszektorban is hasonló jellegű cégeket mérnek, teljesítményt ugye mérni lehet, a mérés a számokkal történik. Ez a rendőrségen úgy működik, hogy ilyenkor a belügyminisztérium, illetve az URFK meghatároz egy olyan teljesítménycélt, ami egy kitűzendő cél, hogy az lenne az ideális, hogyha ezt el tudnánk érni, és hát egész évben azért dolgozunk, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. Nyilván ezek olyan célok, amelyek a lakossági kérésekből, a bűnügyi tendenciákból, a közterületek rendjéből fakadóak. Tehát itt lopások, közterületi bűncselekmény számok, vagyonelleni bűncselekmények felderítésének az eredményei fogalmazódnak meg, illetve hát javarészt ugye azok a számok, amelyek a lakosság szubjektív biztonságérzetére leginkább hatással vannak. Például? Hát például a lakásbetörések száma azoknak, hogyha megtörténtek, akkor a felderítés eredményessége. Ez egy kicsit olyan jellegű szakmai és szürke zóna, hogy nem biztos, hogy mindenki tudhatnék vele, de igazából ezeknek a lényege az, hogy minél eredményesebbek tudjunk lenni, minél több bűncselekményt fel tudjunk deríteni, ezáltal ugye a bűnözőket kivonni a forgalomból, de ugyanez igaz a szabálysértőkre is, és hát ugye nagyon sok olyan tevékenységet is végzünk, mint például a vagyonőri ellenőrzések, a vagyonőri tevékenységek, ugye a szabálysértések, igazgatásrendészet, vagy önmagában a közterületi jelenlét, illetve a társszervekkel való együttműködés, amelyek mind-mind-mind feladatot rónak ránk. Ezeket kell összhangban tartani, és úgy megtervezni, hogy jelesül itt Kőbányán, a Kőbánya a lakosság igényeit ki tudjuk ezzel szolgálni, és meg tudjuk tartani azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt évben elértünk. Ha már szóba hoztad a lakásbetörést, illetve ezeknek a számát, ugye természetesen a legjobb, hogyha nullában állapítjuk meg, de hát az élet az már csak olyan, hogy történnek dolgok. Egyáltalán egy nyomozó az, aki például mondjuk a kapitányságon szolgál, az specializálódik mondjuk ilyen ügyekre, más ügyekre, vagy pedig egy nyomozó az nyomozó, és ami a kezébe kerül, azzal foglalkozik? Hát a nyomozó, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor nyomozó egy kerületi kapitányságon, tehát egy kerületi városi rendőrkapitányságnak nincsenek külön szakegységei, de én azt gondolom, hogy a rendőrség ebben is olyan, mint mindenki más a civil életben, hogy gondolom, hogy neked is vannak olyan részei a szakmád, amiknek szívesebben csinálod, jobban elmélyülsz benne azokban a munkafeladatokban mélyebb ismereteid vannak, nem működünk mi sem máshogy. Van, aki jobban szereti a kábítószeres ügyek felderítését, van, aki jobban szereti a betöréses ügyek felderítését.
az, hogy csak ezeket az ügyeket vizsgálja, nyomozza, derítse föl, ez nálunk ugye nem működik, hiszen minden fajta és féle ügyben nyomoznak, de túlnyomó többségében törekszünk arra, hogy mondjuk a leginkább a betörésekkel felderítését kedvelő nyomozó az túlnyomó többségében ilyen munkákat kapjon, hiszen ez meglátszik az eredményességen is. Ha szívesebben végzek én magam is bizonyos feladatokat, akkor azt valószínűleg mivel önként és dalolva teszem, ezért alkalmanként eredményesebben is tudom csinálni, mint a kényszerből esetleg rámulult feladatokat. Példaként említetted a kábítószerügyeket Kőbányán, pillanatnyilag milyen a helyzet? Én azt gondolom, hogy Kőbányán semmivel sem rosszabb a helyzet, mint máshol a fővárosban. Ugye az ismert gócpontok, amelyek vagy volt ismert gócpontok, most már talán fogalmazhatunk így, hiszen maguk az épületek még állnak a Hős utcában és a Bihariban, de ugye folyamatosan utóellenőrizzük őket, és leginkább azok a visszajelzések érkeznek, és mi magunk is azt tapasztaljuk, hogy ez nem nulla, tehát ugye az ott lakó, ott élő emberek alkalmanként fogyasztanak ott kábítószert, vagy vannak fogyasztók, de azokban a méretekben a kábítószer terjesztése, ami korábban ott már-már jellemző volt, ez nincs már jelen, a Bihariból gyakorlatilag teljes csönd van, illetve a Hős utcából alkalmanként érkeznek jelzéseink, amelyeket természetesen lereagálunk. Hát azonban azt is el kell ismerni, hogy ha kereslet van, akkor kínálat is lesz, tehát ebből kifolyólag az jól látható volt, hogy a 2019-es évet követően, amikor a Hős utcában egy nagyobb akciósorozat történt meg itt a kerületben, akkor onnan áttettek kábítószerkereskedők székhelyüket. Úgyhogy 2020-ban volt egy nagyobb felderítésünk a Gyömrői úton és környékén, abból nagyon sokan ülnek előzetes letartóztatásban, és sikerült elkapni őket, illetve a tavaly évben a Gyakorló utcai lakótelepen is volt egy dílerünk, akinek jelentős mennyiségű kábítószert sikerült lefoglalni és elfogni. Tehát időről időre mindig találkozunk sajnos olyan emberrel, aki terjeszti a kábítószert. Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk, hogy ezt időben és minél gyorsabban le tudjuk reagálni, és ugye a jog eszközeivel ki tudjuk őt vonni a forgalomból. Mi újság a körzeti megbízottakkal? Ugye a legutóbb, amikor az éves beszámolód vagy ismertető tájékoztatód volt a képviselőtestületi ülésen, akkor szinte mindenki nagy elismeréssel beszélt a körzeti megbízottakról, és hát ugye egész Kőbányáról van szó, mert mindenütt ott vannak? Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy igen, hál' Istennek, tehát a körzeti megbízottak, ők Kőbányán belül is egy-egy adott körzetért, területért felelősek. Van, ahol a nagyvilágban, ugye szomszédom a rendőröknek hívják őket, vagy közösségi rendőröknek, igazából a körzeti megbízottnak az egyik legfőbb feladata közvetlenül a lakossággal, a képviselőkkel úgy tartani a kapcsolatot, hogy képbe legyenek gyakorlatilag 100%-ban az ő területükről, mik a problémák, és itt most nem csak kifejezetten a bűncselekmények elkövetésére gondolok, hanem közlekedési rendszerek, vagy a közlekedésre leadott javaslatok, mint kellene változtatni, a szociális intézmények, szociális háttérintézmények, ugyanis egy körzeti megbízottat nem csak úgy kell elképzelni, hogy tudja, hogy ki a bűnöző, és akár szabad idejében otthonról felderíti, és elfogja, és megbilincsel, hanem bizony nagyon sok esetben rászorulóknak segítenek, tehát olyan akár egyedül élő idős embereknek tudnak segítséget nyújtani, vagy jelzést adni, hogy szükségük van a segítségre. Ugye talán a legjobb példa erre a szinte tényleg napi kapcsolatunk a Bárkával, ahova folyamatosan jelzéseket küldünk, és gyakorlatilag időről időre rendszeres egyeztetéseket is tartunk ezen a téren, tehát nem csak úgy kell elképzelni a rendőrt, mint aki bilincsel és bűnözőt fog el az utcán, hanem bizony nagyon sokszor a szociális hátterét és a jelzéseit is adja a dolgoknak. Köszönjük szépen, gyere máskor is! Köszönöm, elfogadom, itt leszek. A
A bárka működtetésében a gyermekek átmeneti otthonának dolgozói kiemelkedő szociális munkát végeznek az év minden napján 024-es szolgálatban. Ennek elismeréseképp Mihály Blanka, az otthon telephely vezetője miniszteri elismerésben részesült. Ennek kapcsán beszélgettünk a működésükről. 2000-ben nyitott meg a gyermekek átmeneti otthona az új, nemrég beiktatott gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, és azóta működünk. Olyan családban élő gyerekeknek, akiknek valamiért a családjukban valamilyen probléma merült fel, lehet ez lakhatási, életvezetési, családi konfliktus, bántalmazás, gyermekek magatartás problémái, nagyon sokféle ok miatt, de valamilyen ok miatt a gyerek otthonában való tartózkodása már nem a legoptimálisabb, és akkor kerül sor egy átmeneti gondozásra a gyermekek átmeneti otthonába, aminek az a célja, hogy a gyereket ellássuk, és ez alatt próbáljuk az otthoni problémát megoldani, enyhíteni, és a gyerek minél hamarabb az otthonába visszakerülhessen. Az esetek túl nyomó többségében a gyermek és családsegítő szolgálat, valamint a gyermek és gyermekjóléti központ munkatársai, a családsegítők, az esetmenedzserek gondozzák a családot feltehetően már régebbről, és ők látják azt a pillanatot, amikor megérkezett az, hogy a gyereknek az átmeneti otthonba kéne költöznie, és ők irányítják többnyire a családot felénk. Igen, ritkán előfordult, hogy felmentünk a létszám fölé, de ezért még nem nagyon utasítottunk el senkit. Ha elutasításra kerül sor, mert volt már ilyen, az többnyire azért van, mert az ellátás, tehát a család problémája és az ellátás célja, eszközei nem ugyanazok. Ha például a gyereknek az a problémája, hogy óvodai ellátást szeretne a szülő, akkor arra nem felelet az átmeneti gondozás. Vagy területi illetéktelenség miatt, tehát mi Kőbánya és Zugló területéről látjuk el a gyerekeket, egy más kerületi családot nem fogadunk, értelemszerűen irányítjuk az adott kerület ellátó intézményei fele. Éves szinten általában 8-9-10 a napi átlag gyerek létszám. Pont most csinálom a tavalyi évi statisztikát, 8 és 9 között van, de volt év, amikor 10 felett is volt. 23 éve működünk, és azért elég stabilan van ez a 8-9 gyerek ellátása naponta átlagban. Az otthon dolgozói minden bekerült gyermeknek igyekeznek lelki támogatást nyújtani, és kellemessé tenni az ott töltött időt. Gyerek, amiután bekerült az átmeneti otthonba, akkor szép lassan megismeri az otthont, mi is őt, és egy hónapon belül gondozási nevelési tervet készítünk. Ez alatt fel kell tárni, hogy mi is az indok, amiért ide került, és mik azok a lépések, amelyek a megoldás fele vezetnek. És akkor összeülnek a szakemberek a gyerekjóléti szolgálattól, a központtól, az átmeneti otthontól, és megtervezik ezt a gondozási folyamatot. A cél mindenképpen az, hogy minél hamarabb hazakerüljenek. Ha ehhez szülőkonzultáció kell, akkor szülőkonzultációt nyújtunk hetente, és egy kicsit megtanítjuk a szülőket, hogy hogyan lehet a gyereküket kezelni, vagy hogyan kell velük bánni, hogy kell nevelni, gondozni őket. Van úgy, hogy a gyerekkel kell intenzíven dolgozni, van úgy, hogy a lakhatási problémára kell feleletet találni, albérlettől elkezdve családok átmeneti otthoni, tehát széles a paletta, mindig meg kell nézni, hogy mi a probléma, mik a lehetőségek, és akkor arra kell készíteni egy tervet. Ez traumatikus egy gyerek számára, mert akárhogy hangsúlyozzuk, hogy az átmeneti gondozás nem azt jelenti, hogy a családból kiemeljük a gyereket, az pont a szakellátás, azt akarjuk elkerülni az átmeneti gondozással, és ezt próbáljuk megértetni a szülőkkel is, a gyerekekkel is,
de hát, hogy ez egy, hogy mondjam, lehet, hogy értelmi szinten lassan átmegy, de gyakorlatilag mégis azt jelenti, hogy a gyerek nem a családjában, hanem itt fekszik le, itt kel fel, itt fürdik, itt készül fel másnapra, itt teszi meg a vacsoráját, tehát mégiscsak külön van a családjától. Számít a gyerek személyiségétől, életkorától, hogy hogy és milyen megküzdési stratégiái vannak. Átlag elmondható, hogy minél alacsonyabb korosztályú, annál nehezebben tudja elfogadni, hogy nincs együtt a szülőkkel, a családdal. Az otthon elsődleges célja, hogy a gyermekeket ne kelljen a későbbiek folyamán kiemelni végleg a családjukból. Átmenetileg otthont és ellátást kapnak, míg a szülők megpróbálhatják sokszor külső segítséggel orvosolni a problémát. Bizton elmondhatom, hogy 75-80% a gyerekeknek visszakerül az otthonába, tehát sokkal nagyobb arányba kerülnek haza, mindesetleg tovább szakellátásba. Ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor igen, szakellátásba kerül, de mint már mondtam, jóval nagyobb arányba kerülnek haza, elsöprött többségük hazakerül. Azt nem tudom mondani, hogy ez a probléma végleg megoldódott, és ezután élünk boldogan, és soha semmi nem fog történni. Azt gondolom, hogy jelenleg a mostani helyzetben valamelyest enyhült. Nézd, egy lakhatási problémára nagyon nehéz egy átmeneti gondozással válaszolni, ha nincs stabil lakhatási lehetőség a családnak, akkor egy albérleti karrierbe bármikor megtörténhet, hogy utcára kerül, és akkor ide kerül. Ez nem azt jelenti, hogy innen lakást kap, és akkor örök lakásba él tovább, de hogy vagy sikerült egy újabb albérletet szerezni, vagy más megoldás felé, vagy rokoni szálak, vagy családok átmeneti otthona, többféle megoldás van, de valamelyest enyhült az a nehézség, amiért nem tudott otthon lakni a gyerek. Ez nem jelenti azt, hogy később újra nem lesznek nehézségek, de pillanatnyilag valamelyest rendeződött. Mihály Blanka, a telephelyvezető, több mint 2 évtizede az otthon dolgozója. Számára hivatása munkája. A miniszteri elismerést ünnepi keretek között kapta meg decemberben. Valahogy ide kerültem 23 éve, és addig egy szakellátásban, egy gyerekotthonban dolgoztam, és onnan örömmel váltottam, mert azt éreztem, hogy több lehetőségem van az átmeneti gondozásba, hisz azzal, hogy a gyerekek hazakerülnek a családjukban, mégiscsak sokkal több a kapaszkodó és a fogódzó, és hogy akkor szívesen jöttem kipróbálni, mint új lehetőség, induló lehetőség, és hát valahogy itt ragadta. Azt gondolom, hogy az ember végzi a dolgát, éveken át teszi, amit kell, és akkor egyszer csak azért az jó érzés, hogy ez másoknak is feltűnik, előterjesztettek, és hát ezt meg is kaptam, tehát hogy erre azt jelzi nekem, hogy mások is látják azt a munkát, mi ebben az átmeneti otthonban folyik. A dolgozók tehát nap mint nap megtesznek mindent annak érdekében, hogy a nehézségekkel küzdő gyermekeknek támaszt és segítséget tudjanak nyújtani az embert próbáló helyzetekben. A Szent László díj Kőbánya városának a legjelentősebb díja, legjelentősebb elismerése olyan emberek számára, akik Kőbányához kötődnek és életútjuk kiemelkedik az átlagból. Itt van velünk a stúdióban dr. Bot Előd csillagász, akinek életútját 2014-ben az első Szent László díjjal ismerte el az önkormányzat. Hogy vagy, hogyha szabad így kérdeznem ilyen egyszerűen? Szabad így kérdezni, köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást, hogy itt beszélgethetünk Szent László díjról is, meg hát csillagászatról, űrkutatásról, mindenféléről. Hogy vagyok? Jól vagyok, köszönöm szépen. Én abban az évben mentem nyugdíjba, amikor a Szent László díjat megkaptam. Fokozatosan mentem el nyugdíjba, ugye nyáron kaptam meg a díjat, papíron télen mentem el nyugdíjba, de volt még egy feladatom, ami átnyúlt a nyugdíjas időmre. Ugye akkor én az ENSZ Világűr Bizottságában a Tudományos és Technikai Albizottság elnöke voltam, és hát ezt még nyugdíjasként úgy
átmenetként megcsináltam az utolsó évben. Aztán következett néhány év, amikor a Magyar Asztronautikai Társaságnak az elnökeként is tevékenykedtél, igaz-e? Igen, tulajdonképpen, hát ugye most már 8 éve vagyok nyugdíjban, ebből a 8 évből 3 volt az, amikor elnök voltam a társaságban, de egyébként az elnökség tagja vagyok, alelnöke voltam, szóval ott aktív vagyok és ott dolgozom. Emellett rendszeresen írok cikkeket az Űrvilág című portálra, ahol az űrtevékenység nemzetközi eredményeit képekkel, hírekkel röviden bemutatjuk, és hát amit most már 30 éve folyamatosan csinálok, kezdetben munka mellett, aztán nyugdíjasként szinte főállásban az, hogy könyveket fordítok, ismeretterjesztő könyveket, csillagászat, űrkutatás, fizika, kozmológia, tudományfilozófia, szóval elég széles területről. Az elmúlt esztendő, ugye most már 2023-at írunk, tehát 2022 arról is volt nevezetes, hogy nagyon gyakran lehetett bombasztikus értékeléseket hallani arról, hogy milyen új etap következett be az űrkutatásban, a világűr, a világegyetem felfedezésében. Ezek az információk, ezek hogy csapódtak le nálad, hogy értékelted a James Webb űrteleszkóp felvételei kapcsán megjelenő híreket? A hírek mindig túloznak. Tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy minden hírt kritikával kell fogadni. Soha nem szabad elhinni azt, hogy valami a világ legjelentősebb felfedezése, ami most azonnal megváltoztatja a sorsunkat. Nincs ilyen. A Webb űrtávcső az tényleg egy jelentős mérföldkő, egy nagy előrelépés az űrcsillagászatban, hiszen egy korábbiaknál jóval nagyobb távcső, kiváló körülmények között, és szerencsére ugye jól működik, tehát várható, hogy itt a következő nem csak években, hanem talán évtizedekben is nagyon jelentős megfigyeléseket fog végezni. De hát az űrcsillagászat, meg az űrtávcsövek, az csak egy kis határterülete a tudománynak, a csillagászat, az egész tudománynak is, és az űrtevékenységnek is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az űrtevékenységnek vannak látványos és vannak fontos területei. Aztán vannak olyanok, amik látványosak is, meg fontosak is, ide tartozik a Webb űrtávcső, és általában az űrtávcsövek. Ezek ugyanis olyan képeket tudnak közvetíteni, vagy a szakemberek olyan képeket állítanak elő a megfigyeléseikből, amik a laikus számára is lenyűgözőek, és olyan gyönyörű szépen ki vannak színezve. Ez nem teljesen azonos azokkal a tudományos megfigyelésekkel, amiket ezek a távcsövek végeznek. A tudományos megfigyelés az egy más dolog, de a látványos része az fölkelti a laikusok érdeklődését az egész téma és a csillagászat iránt. Voltak éppen melyek voltak azok a lényeges elemek az űrkutatásban, a csillagászatban, amelyekre te úgy figyeltél föl, hogy ez azért tényleg nem semmi. Az űrkutatásban ugye az érdeklődés homlok terében van a SpaceX-nek és a Falcon rakétáknak a tevékenysége. Ezeknek jó a sajtója, ami megint egy ilyen kicsit, gerjesztett folyamat, de kétségtelen tény az, hogy a Földre visszatérő rakéta fokozatok megvalósítása az egy óriási technikai fegyvertény. Tehát az, hogy ezeknek a Falcon 9-es rakétáknak az első fokozata épségben le tud szállni az indító helyre, vagy akár volt olyan, hogy úszó platformra, vagy bárhova, ez egy óriási dolog az űrtechnika történetében.
sokszor és sokan próbálkoztak már, hogy hogy lehetne hát most már jóval több, mint fél évszázados rakétatechnikát korszerűsíteni. Ugye ennek az egyik próbálkozása, vagy egyik utcája volt az űrrepülőgép fejlesztése, amelyik azért nagyon vitatható eredményeket hozott. A másik ilyen óriási lépés az, hogy a SpaceX le tudja hozni ezeket a rakétafokozatokat. Hogy mennyire a jövő útja ez, ezt ma még nehéz megítélni, de tény az, hogy a jövőben valamikor a kémiai hajtóműveket, hajtóanyagokat föl kellene váltani valami korszerűbb módszerrel, de hát ugye ezt keresgetik, próbálgatják, de nincs igazán jó megoldás. Ion hajtóművekkel próbálkoztak, amik beváltak, de csak akkor, ha már fönt van a világűrben a test, tehát ahhoz nem elég az ion hajtóműveknek a tolóereje, hogy a Földről fölemeljen egy sok tonnás, vagy hát akár több száz tonnás szerkezetet a világűrbe. Ha már ott van, akkor ott lehet navigálni, holdhoz el lehet menni, kisbolygókhoz ide-oda. Voltak ilyen próbálkozások. Hogyha jól emlékszem, akkor Elon Musk, aki ugye a SpaceX-nek a főembere, tulajdonosa, vagy főtulajdonosa, kitalálója, valami olyasmit mondott, hogy hát sok-sok millió dollárt meg lehet spórolni azzal, hogy vissza lehet hozni épségben ezeket a rakétákat. Úgyhogy igazából ez úgy tűnik, hogy egy nagyon bejött vállalkozás, nem? Ez teljes mértékben bejött, igen. Tehát a SpaceX-nek, és hát főleg Elon Musk-nak nagyon szerteágazó a tevékenysége, és én azt szoktam mondani, hogy ebből a sokféléből ugye ez a legjelentősebb, hogy vissza tudja hozni a rakéta fokozatot, mert ezzel tényleg gazdaságosabbá válik a világűr elérése. A többi azt majd a jövő eldönti, hogy a többiből mi az, ami komoly, és mi az, ami csak szenzációhajhászás. Egyébként ugye mennyire jelentős a verseny az Amazon fő tulajdonosával és kitalálójával, Jeff Bezosszal, aki szintén az űrkutatás felé orientálódik és hatalmas pénzeket fektetett be magánvállalkozásként ebbe az üzletágba. Ha már őket említed, a két nevet, akkor tegyük hozzá Richard Bransonnak a nevét is, aki szintén ebben az űrturizmusban próbált meg előrelépni. 15 évvel ezelőtt már azt hittük, hogy ez egy új nagy piac lesz, és kiszélesedik, és óriási tömegeket fog megmozgatni. Nem így lett. Aztán másfél évvel ezelőtt, nyáron, 21 nyarán, akkor a két hát ilyen kabin, amelyik turistákat és civil utasokat tud szállítani a világűrbe, nagyjából egy hét különbséggel fölment a világűrbe, és akkor megint azt hittük, hogy na most végre beindul, és majd jönnek az újabb és újabb utasok. Tehát ez nem vált olyan tömegessé. Volt jó néhány indítás, sikeres, jelentős, de nem beszélhetünk arról, hogy itt százával vagy ezrével mennek majd a civilek a világűrbe. Hogy látod, ha valaki ma ifjú emberként elhatározza, hogy csillagász lesz, akkor milyen utat kell bejárnia? Hát, ha csillagász akar lenni, akkor egyszerűbb a dolog, mert jelentkezni kell valamelyik egyetemnek a természettudományi karára, ahol van csillagász képzés. Szegeden és Budapesten biztosan van, tehát itt simán lehet egy csillagász diplomát szerezni. Azt hittem, hogy azt fogod kérdezni, hogy mit tegyen, ha űrhajós szeretne lenni. Hát ez nem olyan elrugaszkodott kérdés lett volna, mert erre azt válaszoltam volna, hogy akkor pehje van, mert pont most csúszott le minden lehetőségről, hiszen az Európai űrügynökség tavaly indított egy űrhajós toborzást, sőt tavaly előtt, mert elég 20 000-en jelentkeztek rá
Európából, ugye, és abból választottak ki 11 néhányat, néhányat hivatásos űrhajósnak, néhányat tartalék, ilyen szakember űrhajósnak, akik egy-egy feladatra majd bekerülhetnek, sőt, hát egy úgynevezett para űrhajóst is, egy mozgássérült embert is beválasztottak a csapatba. Erről nyilván most egy időre az érdeklődők lecsúsztak, hiszen az ez előtti ilyen űrhajós válogatás az 2006 és 8 között volt, 6 és 9 között, tehát azért ez legjobb esetben is 10 évenként ismétlődik az ilyen lehetőség. A másik lehetőség, ugye, amiről szintén lecsúsztak az érdeklődők, az, hogy tavaly év elejéig lehetett jelentkezni a Magyar Űrhajós programra, a Hunor programra, aminek a válogatása most már szintén a finisébe érkezett, és hát már várjuk, hogy hamarosan majd bejelentik a finalistáknak a névsorát, és megismerhetjük, hogy kik azok, akik hát fölmehetnek 2024-be vagy 2025-be tudományos munkát végezni a nemzetközi űrállomásra. Ezzel kapcsolatban azért azt hadd mondjam el, hogy Magyarországnak ez a nagy lépése, amit az utóbbi években az űrtevékenység területén tett, ez még Amerikában is elérte a sajtó inger küszöbét. Van egy nagyon jó szakmai portál, The Space Review a címe, ahol mindig vannak ilyen átfogó tanulmányok. Én soha nem találkoztam még ott Magyarország nevével, most először az ESA miniszteri tanácsára hivatkozva ismertették az ESA miniszteri tanácsülésének ugye tavaly novemberi döntéseit, és utána három bekezdésben külön foglalkoztak azzal, hogy Magyarország nevében a külügyminiszter mit jelentett be, milyen ráfordítások, összegekkel, mindennel, magyar űrhajóssal, és az egésznek egy nagyon érdekes mondata végkövetkeztetése, hogy Európa is kiválasztotta a saját űrhajósait, de úgy tűnik, hogy van egy olyan ország, amelyiknek az űrhajósa megelőzheti a többieket, ahova nem került be magyar űrhajós, de ők majd egy ilyen kis surranó pályán beelőzhetik a többi európaiakat, akiket most választottak ki, tehát az európai újoncokat. Nyilván a 2009-es generáció tagjai, azok folyamatosan repülnek, teljesítik az űrállomáson a féléves küldetéseket, időnként parancsnoki megbízatást is kapnak, tehát ott működik jól a dolog, és ők lesznek azok, akik, ha európai űrhajós eljuthat a Holdra, akkor ugye ezek közül a régiek közül valaki fog menni, és az újoncok pedig majd betanulják a szakmát a nemzetközi űrállomáson. Szóval még nagyon sok minden várható a következőkben is. Miután világos, hogy figyelő tekinteted legalábbis jelentős részben az űrbe, illetve az űrhöz kapcsolódó dolgokra vetődik, azért hadd kérdezem meg, hogy Kőbányán látsz-e valami olyasmit, ami felkeltette a figyelmedet, ami, ha úgy tetszik, érdekes, szívedhez közel áll? Hát, ami a szakmát illeti, nem, szóval azért itt az űrtevékenység az sokkal szélesebb körű annál, mint sem, hogy Kőbányához lenne köthető. Én mondjuk a városra gondoltam, ja, a városra. Ilyen egyszerű terminológiát használva, csak hogy tetszik Kőbánya mostanában. Nekem tetszik Kőbánya, minden rendben van. Hát én most már elmondhatom azt, hogy az életemnek a nagyobbik felét Kőbányán éltem, hiszen 80-as évek közepén költöztünk ide, és előtte 3-4-5 másik helyen is laktam, de hát most már azóta egyhuzamban itt Kőbányán lakom. Igaz, hogy a legszélén, mert azért a utca túlsó oldala már a szomszéd kerület. Uh-huh. Ez a óriási kerületnek egy hát szélén lakom, de azért mégiscsak 10. kerületben. Hát
Mondjam azt, ami nem tetszik nekem? Persze. Azok apróságok. Nem tetszik nekem például az, hogy ott nálunk volt egy kis P+R parkoló, és azt megszüntették. Nem tetszik nekem, ami egy apróság, de engem végtelenül tud bosszantani, hogy amikor én 10. kerületi lakosként kiváltok egy parkolási engedélyt, akkor az csak a fél 10. kerületre érvényes. Nem, mintha én rendszeresen szeretnék az Örsvezértérnél parkolni, mert semmi dolgom nincs arrafelé, és egy hülyeség lenne a részemről, hogy csak azért menjek oda, hogy ott parkoljak, mikor tudok a ház előtt is, de bosszant, hogy miért kell a kerületét kettévágni, és miért nem 10. kerületi lakosként, miért nem parkolhatok én az Örsvezértérnél az otthonra kiváltott engedélyemmel. Hát ilyen apróságok vannak, de egyébként én azt hiszem, hogy itt jól működnek a dolgok, és örülök annak, hogy itt az önkormányzat jó, és mondjuk nekem szimpatikus irányvonalat képvisel. Köszönjük szépen, jó egészséget kívánunk, és reméljük, hogy üdvözölhetünk máskor is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és igen, ezt megígérhetem, hogy üdvözölhettek máskor is. Ha meghívtok, akkor én szívesen jövök örömmel. Köszönjük szépen. Köszönöm. Van, aki megírja. Van, aki elmondja, s van, aki megfesti. Krausz Margit az utóbbihoz tartozik. Képein keresztül kommunikál utazásról, családról, elvesztésről, megmutatva egy adott technika az akvarell sokféle alkalmazási lehetőségét. Kőbányán, a Szent László plébánia galériájában helyet kapott kiállítása, a látható és a láthatatlan világ közti kaput nyitja meg. Érzések, formák, színek kavalkádja. Az alkotóval beszélgettünk a kiállítás anyagáról és helyszínéről. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kapcsolatban van a plébániával, és ezt a teret közösen használják, úgyhogy időnként itt lehetőség nyílik arra, hogy bemutatkozzunk, úgyhogy itt a Barabás Rita, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a mostani vezetője, ő hívott meg erre a kiállításra. Hány év munkáját láthatjuk most itt? Hát ezt nehéz lenne megmondani, ugye a nosztalgik a kiállítás valójában, igaz, hogy Tükörcserepek címet kapta, de egy olyan válogatás, amire olyan képeket is hoztam, amit kiállításokra nem szoktam elvinni. Tehát itt szerepel olyan, ami 1976-77-ből való az én 20 éves önarcképen, meg a nagymamám képe, tehát ezek itt a legrégebbiek, és a többiek pedig már a későbbi éveknek a termései, úgyhogy a legutolsók azok most itt a nyár folyamán születtek. A tükörcserepe kiállítás két részből áll. A kisebbik teremben kiállított anyag a Nosztalgia nevet kapta. Erről és a képek születéséről kérdeztem az alkotót. A képek legtöbbször valamiféle érzés vagy gondolat, vagy egy úti élmény, vagy valamilyen pozitív vagy negatív élmény hatására születnek, és aztán ennek megfelelően válogatok hozzá színeket, formákat, és építkezem. Tehát itt ebben a részben olyan képek vannak, amiben például a szeretteimre emlékezem, a édesanyámra, itt mögöttünk például ez a kék kép, abban a viszonylag hát korán meghalt édesanyámnak az arca villan föl egy ilyen alvó női alakban. A másik oldalon található egy szék, aminek az a címe, hogy hiány, abban az a szék van, ami a mai napig megvan, az édesapám széke volt, és gondolatban ugye azokat az embereket, akiket elvesztettem, erre a székre ültettem. Van, amelyik a gyerekkoromat idézi, a nevében viseli a nosztalgiát, abban például csipkenyomatok vannak, amiket édesanyám készített, és abból egy ilyen absztrakt kép született, amiben benne vannak olyan elemek, amik a gyerekkornak a játékos formáit, építőkockát, a sarat, olyan dolgokat idéz föl, ami egy kicsit a gondtalan játékos időt idézi. A belső, nagyobb teremben a rengeteg szín és a különleges formák vonzzák a vendégek tekintetét. Van, ami évekkel ezelőtt készült, s van, ami idén-nyáron került fel a vászonra.
A belső inspirációról mesélt nekünk Krausz Margit. Vannak olyan képek, amik utazási élményekből születnek, és akkor vagy olyan, ami például a helyszínünkből, Kőbányából, mert itt van olyan, aminek Kőbányai impresszió a képe címe, amiben a Szent László templom, az ott lévő szobor, olyan régebbi épületeknek a foszlányai látszanak, vagy a kőbányai kapuaj, az ilyen séták során fotózgattam, hogy itt nem csak panelépületek vannak, hanem vannak itt ilyen nagyon szép régi polgári házak, és azoknak a motivumai gyűjtöttem, van, amelyiket azokra építettem. Aztán utazási élményekből ugye a Velence az egyik ilyen kedvenc, vagy a keleti utazásoknál olyan motivumok, ami a keleti bazároknak, meg az ottani épületeknek, az ottani embereknek a különleges világát idézik, de vannak olyan festmények, ezek az elmosodottabb akvarelképek, amik kifejezetten ilyen érzelmi hatásúak. Tehát ebbe az örömök, a fájdalmak, a szorongások, a remény, az elvágyódás, tehát azok az elemi emberi érzések vannak, ami szerintem mindannyiunkban mozognak, csak a legfeljebb van, aki mesél róla, van, aki mélyen magába rejti, van, aki zenél, vagy verset ír, hát én festek. Krausz Margitnak nem először van kiállítása a Plébánia galériájában. Az évek óta tartó kapcsolatot a kőbányai német önkormányzat is erősíti. Az alkotót arról is kérdeztem, hogy az érdeklődők meddig tudják megtekinteni a képeket. Ez a kiállítás most viszonylag elég sokáig, mert január közepéig itt lehetnek, tehát itt úgy lehet megnézni, hogy egyrészt a misék után, másrészt pedig úgy, hogy figyelni kell, hogy a plébániának mikor van hivatali órája, mert ugye akkor lehet kinyitni, tehát nem egy olyan hely, ahol állandóan nyitva van, viszont ahogy itt hallom, elég sok ember megfordul, mert nagyon sok rendezvény van, tehát bízom benne, hogy több ember találkozik vele, és hogy mikor, hát ott állítok ki, ahol épp lehetőség nyílik, tagja vagyok a Kőbányai Képzőművész Egyesületnek, és a Fővárosi Festőstúdiónak, és velük közös kiállításokon is részt szoktam venni. Hát most legutóbb önálló kiállítás, amit Kőbányán a Kőkaféban volt. Tehát ahol a meghívást kapok, leginkább ott állítok ki, igen. És mennyi idő elkészíteni egy képet? Gondolom néha visszatérsz hozzá, félbehagyod, vagy ezt hogy kell elképzelni? Az akvarell elvileg egy gyors műfaj. Én nem a hagyományos értelemben használom, tehát én például szó szerint így, ahogy említetted, hogy sokszor visszatérek hozzá, tehát van elindul a kép valamilyen módon, egy épület töredékből, egy kupolából, egy boltívből, stb., ahhoz folyamatosan festek tovább, tehát hogy szinte úgy építi tovább magát a kép, és akkor félreteszem, akkor egy idő után ránézek, és akkor kezdem el tovább. Tehát igazából ezt így megmondani napra, órára, percre nem lehet. Van, amelyik például olyan, hogy volt már kiállításom, most az például nincs itt, de nemrégiben ott volt egy közös kiállításunk, az pont az is egy ilyen kőbányai motivumot a mindennapi, vagy hogy mondjuk ezt, mindenki templomát dolgozza fel, és azt a festményt kiállítottam. Ott volt, nem tudom én hány hétig, és akkor ott a falon láttam, hogy oda még kellene valami sötétebb, valami erősítés, és hazavittem, és szétszedtem, és tovább festettem. Tehát igazából a kép, azt mondják ugye, hogy soha nincs kész, tehát valahol megáll az ember, és előfordul, hogy túlfesti, akkor az ugye már nem jó. A kiállítás képeire az absztrakt ábrázolás jellemző. Formák, geometriai alakzatok sokasága a vásznon. A lenyűgöző képekből nem tudtam kiválasztani a számomra legkedvesebbet, így az alkotót kérdeztem meg, neki van-e kedvence. Általában úgy működik, hogy ami legutoljára festek, abban vagyok jobban benne. Tehát inkább olyan van, ami már régebb óta hozzám nőtt, és amitől nem tudok megválni. Tehát már van, hogy elajándékozom a képet, vagy valaki szeretné, és ugye megszerzi magának ilyen vagy olyan módon. De vannak olyanok, hogy itt például az a Hiány című kép, amikről itt az elején beszéltünk, ami ilyen nagyon személyes kötődésű, azok a kedvenceim.